Jó reggelt! Korán reggel van, még azt sem tudjuk, mit fogunk ma csinálni. De tudjuk. Hát azt tudjuk, hogy megyünk Torontóba. Ennyi, az bőven elég. De hogy mi lesz a nap végén közben, azt még nem tudjuk. Ahogy lesz, úgy lesz. Reggel van még. Reggel fél tíz. Aha, nem reggel van, tényleg. Jó, de fél négy volt, mire elaludtunk. Vagyom? Nem. De fél négy volt, mire lefeküdtünk. 11 órakor. Te? Meg fél négykor. Szóval, ki kellett magunkat aludni. A mai napra. Milyen szépek a fellök. Na jó van, megyünk elkészülni, aztán megyünk a nagy útra. Hajrá! Na pakoljá! Nem vagy ez. Ki tudja még hol kitünk, kibetettük a strandcuccot, fürdőru, a papucs, minden. Ki tudja még mit hoz a holnap. Bár ma sok helyen esőt mondanak, mondjad? Befűtöttek. Be. Átvert az időjárás, hogy minket már megyünk. Ezért nem szabad az időjárást hallgatni. Kell csinálni a programot, aztán menni. Hello! Hol megy a menet? Kávézóba. Torontóba. A nagy Torontóba megyünk! Már kinéztem egy-két helyet, hova fogunk menni. Két hét alatt kétszer voltunk bent Torontóba, és arra gondoltunk, hogy szinkronban bemutatjuk nektek ezt a két utat. A különbség az elég látványos, ugyanis az egyik alkalommal korán reggel indultunk, és aznap teljesen füst borította az egész eget, a napot is alig lehetett látni. A második alkalommal délelőtt indultunk, és csodaszép napos volt az idő. Más helyeken jártunk, amit meg is fogunk nektek mutatni. Jó reggelt! Jó reggelt! Reggeli fejek! Mindenki elúlt vagy 2-3 órát, most van 4-6, most indulunk Torontóba. Ki aludtad magad? Teljesen. Hagytalak aludni egész éjszaka. Hagytam aludni, hogy friss legyen és üde, és indulhassunk. Meglátjuk, mennyit fogunk beszélgetni az úton ilyen 2-3 órás alvás után. Elosztok. Hello, drágám! Mindjárt otthon vagyunk, és még megállom Milánnak venni vacsorát a Burger King-be. Nem, hogy éjfélehez értünk volna, nem, az az érünk fél egyre. Fél. Hamarabb is felvehettetek volna. De bizik voltunk. Bizik voltunk. Na, akkor meg, ha nem ilyen, akkor mindig ott lennétek. Az lehet. Nem, mi? Ha, gondolom. Jó, de holnap reggel 5-kor indulnunk el, szóval muszáj volt időben hazajönni. Igen, haza figyelme, akkor miért nem indulunk inkább onnan? Barátatunk volna. Mert volt helye, nincs ám az útlevel. De nagyon meleg van. Azt mondták, hogy ma esni fog az eső, és most az, ehhez képest van vagy 30 fok. Csak 27-et mutat a kocsi. Most indultunk el, hogy mindjárt lehűtjük az autót. Ez csak félig spontán. Miért félig? Hát miért? Hát Torontóban most muszáj menni. Szóval ez nem spontán, mert muszáj menni. Na. Vegyünk egy kávét, aztán induljunk neki a... Mennyi időt vagyunk, hogy 2 óra? Hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Reméljük, jó lesz a forgalom, mint múltkor. És akkor be tudunk suhanni. Ugye? Már hétfő van, de nyár van, emberek szabadságon, szóval... Ja, figyelj, 2,5 óra úgyis kell, hogy beérjük. Hello there, how are you today? I'm good, how are you? I'm pretty good. Can I get a venti size caramel frappuccino, please? So you have a tea caramel frappuccino? Yes. Yeah, of course. That's everything. Just one thing for me? Yes. Two straws because they break down pretty fast, okay? Okay, thank you. Get the customer to the end. Az is jött. Kaphatunk reggelit is.
Thank you. Thank you. Kaptál habos-babos karamellás kávét. Szerintem nem is azt adták, amit kiért. De karamellás rapuccino ez. Na akkor reggelizzünk meg. Ez a finom reggelim. A Peti ez már megreggelizett. Mit reggeliztél? Meséld el. Tojás meg pufaszot is. Négy tojást, meg egy puf, vagy két pufa, négy puf. Én is ettél. A bűnöztem, hogy tudottam. Megettél öt pufasztot is, komolyan mondom. Hát nem is értem. Most Peti megint elvisz egy drága helyre. Ahogy mondtam, múltkor. Csak egyszer. De nem olaj, cserére megyünk. És majd mosd le nekem az ablakot. Nem lehet. Úgyis olyan lesz. De legalább most ne legyen, mert amikor indulunk. Nem. Utána már mindegy, hogyha már közben olyanok leszünk. Látom, mit tehetek az ügyet a filmen. Mi hogyan? A mai üzemanyagárak. Nem rossz. Pár évvel ezelőtt $1 volt egy liter benzin. De jó volt akkor. De akkor mi volt? 60 cent, de most nagyon. Azért most így, hogy fúj a szél, kellemes az idő. $2 teli tank. Ha? Veszünk is egy ilyet? Veszünk is egy ilyet? Erre megyünk. Micsoda? Elég faszára nézzünk ki, hogy a kormány mögött betölteném az egész szélvédőt. Jaj, de milyen sok cucc elfér benne. Hát, mit tudod? Nagyon jól meg van csinálva. Ó, de rendes vagy, drágaságom. Megyünk a mosóba, lemosatjuk szépen az autót. Közben Peti megvette a nyerő lottószelvényeket is. Ezért Peti kicsit előmossa az ablakot. Nagyon jó. Eltört a kedvenc szemüvegem, amit a Petitől kaptam. És nézzétek meg. Meg úgy szerettem ezt a szemüveget. Drágaságom, most mi lesz? Tudod, mi lesz? Megmutatom, mi lesz? Főveszem azt, amit te nem szeretsz. Ha megtalálom. Járjatok. Ez az a szemüveg, amit Peti nem szeret, mert mindig azt mondja, olyan vagyok benne, mint egy darázs. Van másik, csak ezt Peti nem szeret. Ezért vettenek a másikat, de sikeresen széttörtem. Úgyhogy elveságom. Direkt. Direkt a fődés rájött. Nem direkt, most vehetsz nekem egy másikat. Na mindegy, most maradunk ennél a sötét szemüvegnél. Most itt vagyunk Burlington környékén. Meséld el, hogy miért megyünk Torontóba. Kivel? Olyan jó Torontóba menni. Miért néha jó bemenni? Ne tudjuk. De jó. Miért nem szeretem? Mi történt a határon az útleveleddel? Mi elhasználtál? Szétesett. Napjára. A Fizur bácsi elhasználta az útleveled. Hogy veletek ezért, azt nem tudnak ezért, mert az a lényeg. 7 év alatt. Ugye Peti az hetende kétszer minimum megfordul a határa, és mindig lehozzák, szétnyitják, és kicsit elhasználod, ugye? Haterőr bácsinak a kezében maradt Petinek az útlevelének az a lapja, amin a Petinek a fényképe van. Úgyhogy kellett hirtelen csináltatni gyorsan egy útlevelet, ami 2 hét alatt nagyon gyorsan meg is jött, nagyon szerencsések vagyunk. Tényleg nagyon köszönjük a segítséget, hogy ilyen gyorsan el tudták nekünk ezt intézni. Most megyünk érte. Úgyhogy ez most tényleg úgy jött össze, hogy a kamion az szervizben,
útlevél nincs, úgyhogy most Petinek egy ilyen hosszú hónapja volt itthon, hogy nagyon élveztünk, vagyis még mindig élvezzük, úgyhogy még kihasználjuk ezt a pár napot. Már nem így terveztük a nyarat. Hát de lehet, ez most így alakult. Miért elsik közül? Éjszak aludtál. Ja, valaki nem mondom. Én hagytalan. Ez. Hát, hogyha ez neked a... hagyjuk a másikat, jó, akkor milyen az, amikor nem hagyt? Én hagytalak aludni, csak össze-vissza ugráltál az ágyba. És te azt szóltam, hogy ne ugráljál. Ennyi. De neked mindegy, mert fölébredsz, és két másodperc múlva már úgyis alszol. Persze, közben odébredsz meg, így tudom én. Nem, így szoktál a flögdösni, ne mondd már, mert még a végén elhiszik. Hogy tényleg? Na mindegy. Én vagyok az, aki nem aludtam. De nem baj, mi mindig frissek vagyunk. Hogy látszik a Peti arcem. Kitaláltad, hogy mit csinálunk a konzulátus után? Hát ez a legyünk túl, jó? Majd mindent a maga idejében. És megint nem hoztuk a mikrofonunkat. Így van, nem? Csak spontán vagyunk, nem ez a izében. Hol a mikrofon? Tedd fel a mikrofont. Mikrofon próbál 1-2-3. Most ezt a mondatot mondjad, hogy nem jó, mondd újra. Ne így hangsúlyozz, úgy hangsúlyozz el. Ez kérdő mondat volt, akkor legyen kérdés a végére. Ennyi. Hova szeretnél menni? Ez egy Toyota kereskedés. Hát, ha van egy tundrájuk, azt kipróbáljuk. Ez egy nagyon izgalmas program. Petinek az. Egy fene. Jó, de eddig nem hiszem, hogy van egy ilyen. Meglátjuk, mi lesz. Gondoltam, hogy elmehetnénk a vasalóházat megmutatni a kedves nézőinknek. Itt vagyunk Torontónál, ideig jöttünk másfél órát, és most még fél óra, mire bejutunk az utcába, ahova megyünk. 20 perc. 22. De 21 kilométer. 21 kilométer, 22 perc. Amikor 2 héttel ezelőtt ugyanezen az úton jöttünk be Torontóba, akkor nagyon nagy füst volt itt Ontárióban, és nézzétek meg, hogy ilyen volt, amikor jöttünk befele. De mielőtt beérnénk Torontóba, nézzük meg, hogy az előző alkalommal hogy jutottunk be idáig. Emlékeztek, amikor reggel indultunk. Thank you. Ránk a reggeli napsugár. A napregyagjelet. És hogy bevegyek pulóverba, és hogy bevegyek betakarod a törölközővel, az nem másért van, hanem azért, mert Peti megfogyaszt engem itt az autóban. Csak nem fogyasztalak mellég. Megfogyasztasz. Peti, ez olyan, mint egy jegesmedve. Ugye? Mindig hozzam kell magammal a takarót, hogy ne fázom a kocsiba. Na jó reggelt! Jobb a kávékat. Habos-babos kávé. Ott vagyunk már? Egyszer biztos, hogy mindig ott vagyunk valahol. Hogyha megkérdezel egy embert az utcán, hogy neki most milyen személyes adata van, fogalma nincsen róla, meg hogy milyen érzékeny információi vannak, meg ilyesmit nem tudja. Meg arra akarok csak kiukadni, hogy pontosan azért, mert a gépek nem értik azt,
hogy az emberek tulajdonképpen hogyan működnek, legalábbis idáig, a mesterséges intelligencia megfelelő szintű fejlődésig, ezért tulajdonképpen meg se tudtak rendesen védeni. És én már akkor azt mondtam, később, úgyhogy most itt ülünk, és várjuk, hogy fölmássunk. Hello! Hello! Milyen furcsa volt ennyi év után magyarul beszélve magázolt, Jani? Nem az, hogy magyarul, de inkább az volt a furcsa, hogy magázolt. Hát beszél. Jó, úgy mondom, hogy magázolt. Magyarul beszélünk. Jó, nem mondod. De nem azóta, mondod. Nem miért engem veszel már megint, akkor hogy nem végezzék el komolyan. Na mindegy, olyan furcsa volt magázodva beszélni. Ez ilyen, 12 év után, azt sem tudtam, milyen szavakat kell hirtelen használni, hogy magázodva beszélni. Tényleg mennyire elszűk az ember tőle, mert magyarul beszélünk tényleg, de hát a haverokkal van más üzemben beszélünk, mint nem magázodva. Fúj volt. Furi. Elmegyünk a magyar boltba. Peti nem lát a kezemtől. Elmegyünk a magyar boltba, veszünk káposztával töltött alma paprikát, savanyúságot. Utána elmegyünk a Bassbróba kicserélni egy rövidnadrágot. Utána megyünk Burlingtonba az ismerőseinkhez, és valami strandon megállunk egyes strandon. Leütjük magunkat, bár a kocsiban olyan hűvös van, hogy nem kell magunkat leüteni. Ne haragudjál már, város. Itt láttam. A bicikli sávnak kanyarodó sávját itt az út közepén. A lála bicikli is, fel van festve, hogy ott balra kanyarod. Ebből látszik, hogy nem lehet biciklizni a városban. Hát, nem biztos. Köszönöm. A nézéket teszek alá kezedet, drágaságom, visszapillantok tükörbe, a városba. Profin kéne tudni. Itt megyünk a nagy Young Street-en. Neked már profin kéne visszapillantok tükör nélkül. Ja, persze, városban, bent Torontóban, ha. Ja. Na, ezért. Még a fű alól is autó jön, meg bicikli. Ne valítsák ki. Mindig egészségesen akar az ember elni, és akkor rájön, hogy megy a magyarboltba, és akkor muszáj enni pogácsát. Semmi sem muszáj, ne-ne. De muszáj pogácsát enni. Nem. Magyarboltba pogácsát, mikor alig járunk, fél évente, évente egyszer járunk magyarboltba. Ne, most elég sűrű volt. De nem is vettünk pogácsát még. De Milán vitt neked hozzá, emlékszel? Na azt mondjuk ezt a pogácsát, ez a válasz volt. Most talán, nem volt friss. Most talán lesz friss. Úgy, hogy kell venni akkor pogácsát? Én nem mondtam. Mindjárt kapsz tepertes pogácsát, nyugodjál meg. Olyan vagy. Hát az az igazság, az illatokat nem tudom nektek visszaadni. Olyan szintű füstölt, hús illatok szállnak a levegőbe. Nagyon komoly, ritkán érzek ilyet.
Ilyen túros táskát nem lehet sehol kapni Kanadában. Nem ismerik a túros táskát, és a kakaós csigát. Meglett ez a jó kis töpörtyűs pogácsa, és ilyen blokkot ti sehol nem láttok, csak itt szerintem lehet ilyen blokkot kapni. Nagyon komoly. Magyarországon is volt ilyen blokk. Eljöttünk kirándulni, krumplis kenyér. Én sütöttem, nézzétek? Megyünk kirándulás rántott szelet kenyérrel. Peti azt mondta, elhoz engem várost nézni. És amint is láthatjátok, nagyon sok az erdő, a zöld park, és láthatjátok, hogy a házak között is nagyon régi, öreg fák találhatók, szóval ez egy nagyon szép zöld környezet. Itt a természetvédelme és a különböző kultúrák békés együttélése nagyon érezhető. Nem költözünk be ide. Szép, szép! De nekem valahogy jobban tetszik azért a nyugodtabb világ. Az a helyzet, hogy itt ahogy nézem az autóparkot, meg mindenki kilognánk azért a sorba. Kéne egy-két upgrade a kocsikra. Mire gondolsz? Még csak egy autójáról. Itt a parkok nem csak nappal, de este is megtelnek élettel, mi most nem fogunk bennmaradni este, így most csak azt tudjuk megmutatni, amit most mi látunk. Torontót sokan ismerik úgy is, hogy zöld város, nem minden értelemben, de például az biztos, hogy nem kell kocsiba ülni ahhoz, hogy az ember eljusson egy zöld övezetbe. Több kilométeren keresztül is lehet úgy gyalogolni, hogy közben nem látjuk az emeletes házakat. És itt van természetesen még az Ontario tó is, amit nehogy kifelejtse. És ha esetleg még új vagy a csatornánkon, mindenféleképpen érdemes visszanézni az előző videókat. Több videót is készítettem már Torontóról, baseball meccsről, aminek fantasztikus a hangulata. Együtt is bemegyünk ebbe a boltba. Hello. Hát mindig azt mondod, hogy csak én megyek egyedül. Így van, mindjárt jön egy autó. Ez egy olyan bolt, hogy az ember órákat el tud itt lenni. Nagyon sok érdekes dolog van itt. De most mit csinálsz? Ez nem is fénykép, hanem videó. A múltkor nem ebből az irányból jöttem. Ki van ott a medve testvéred? Igen, mosómacival nagyon sokat találkozunk. Szent Tomaszban állunk is. Mosómas a masodája. És természetesen bakancsoszból, csizmákból, mindenféle fajta. Hát tényleg itt csak az nem kap bakancsot, aki nem akar. És ameddig nézitek az üzletet, addig elmesélem, hogy hogy jártunk a boltban. Az az igazság, hogy
szoktuk mondani, hogy miért szeretjük Kanadát. Ez az egyik, hogy a múlt héten vettem Petinek egy rövid nadrágot, ami egy számmal kisebb lett. És gondoltam, hogy most én is jövünk Torontóba, és Torontó környékén vettem ezt a nadrágot, mondom, akkor visszaviszem. De amikor ezt a nadrágot megvettem, akkor levettem róla a címkéket. Kimostam, hogy ha Peti jön haza, akkor már egyből tudja használni. Úgyhogy úgy vittem vissza, hogy nem volt rajta a nadrágon a címke, nem volt nálam magnok, sőt, még azt a kártyát is otthon hagytam a másik pénztárcámba, amivel azt a nadrágot fizettem. Szóval bementem, hogy azért mondom, megpróbálom kicserélni a nadrágot. Szóval nem volt nálam se a blokk, se az a kártyát, hogy fizettem, se a nadrágon a címke, és ki is volt most van a nadrág. És megkérdeztem, hogy ki tudnák-e cserélni, hogy csak egy számmal nagyobb nadrágra lenne szükségem. És szó nélkül nem kértek semmit, mondtak, hogy menjem nyugodtan, cseréljem ki a nadrágot. Úgyhogy se blokk, nem volt nálam semmi. Szóval ez tényleg annyira jellemző Kanadára, hogy hihetetlen. Úgyhogy egy jó, nagyon örültünk, kicseréltük a nagy rövid nadrágot. Gyermiságok. Úgyhogy, na mindegy. Lényeg az, hogy kicserélték villám gyorsan. Pedig megállunk Burlingtonba, az egyik kedvenc városunkba, a barátainknál. Nagyon van, azért itt is vannak szép autók. Nézzétek, itt is hiányzik a 13-as. 13. emelet, ez nincs. Előző alkalommal palacsintával vártak engem, akkor Peti nem volt velem, viszont most Peti is itt van, és nagyon finom krumplis pogácsát kaptunk. Most mi megálltunk Burlingtonba, ismerősöknél kaptunk finom krumplis pogácsát, és most megyünk a másik barátainkhoz, viszont nekik egy finom kis magyar gesztenyepülőt, mi nagyon szeretik, ott még megállunk, és utána este hazaesünk. És ennyi volt a mai beach, nem voltunk a beachen, pedig olyan meleg van. És én még mindig pulóverben vagyok, mert a Peti még mindig megfagyaszt engem. Inkább megsüllyed? Ma ilyen nagyon bizony a kóban. Mindig. Ugye? Így van. És mikor fogunk aludni? Hát azt nem tudjuk egyszerűen. Mert holnap sem el akarunk nagyon aludni, mert holnap is dolog van. Vagy egyszer. De most haladjunk tovább. Hello, drágám! Hello, drágaságom! Majd extrém hosszú napunk volt. Most van 4:12. Egy hosszú nap folytatása volt, tegnapról már. Peti már nagyon fáradt, úgyhogy már alig várja, hogy kiszálljon és zuhany alvás. Úgyhogy nem sok otthon vagyunk, hosszú nap volt, de holnap folytatódik. Így van.
7 perc, és ott vagyunk. The world had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. A mellettünk lévő autóból szól a jazz, az emberek jönnek, mennek, nevetnek, van, aki épp a munkába megy, egy ebédszünetem. Süt a nap, és szemmel láthatólag mindenkinek jó kedve van. Na hát, meg is érkeztünk, amint láthatjátok, ebbe a szép épületben jobb oldalon van a konzulátus. Mellette pedig egy nagyon szép régi templom. És közvetlen az épület előtt még parkolót is találtunk, hát ez szuper. Peti intézi a parkolót. És aztán tükröződünk. Most minden irányból látszódunk. Jó, de sok Peti van. Na, Peti csak egy van. Az biztos. Az én Petikém. Csak az útlevelet jöttem felvenni. Nagyon gyorsan végeztünk, pikpak, felvettük az útlevelet. Most mehetünk valami jó kis programot kitalálni. Vajon drágaságom az új útleveleddel. Ezért. Ezért a 3 percért. Hát komolyan, és kinyitja ki nekem az ajtót. Három perce van innét, egy vasaló épület. A világon már több ilyen vasalóház is van, elvileg Szegeden is van egy, majd ide bevágom nektek. Bevasalod? Bevasalom ide nektek. Itt a market, látod? Ott a vasalóházad, látod? Látom.
gondoltam, ha már itt vagyunk, akkor megmutatjuk nektek ezt a vasalóházat, amit Torontóban található. Bár igazából a leghíresebb az ugye New Yorkban van. A pénzügyi negyed felhők karcolói között sétálgatva gondoltam, megmutatom nektek ezt a vasalóházat. Épülete keskeny égformájáról és a hátsó falán lévő falfestményről is jól ismert, amit Derek Michael festett. A Wellington Street-en található a főbejárat egy francia gótikus boltívet használ. Amint láthatjátok, itt találkozik a múlt és a jelen, hatalmas kontraszt itt a felhőkarcolók között. Toronto egyik legrégebbi elektromos liftje ebben az épületben található. Egy emeletén az íves ablakok felett román stílusú párkány is található. Az első emeleten a déli oldalon négyszögletes tolóablakokat láthatunk, de az északi oldalon fix ablakok vannak. Ezen szemben a második emeleten a déli oldalon rögzített ablakokat, az északi oldalon pedig téglalap alakú csúszkákat láthatunk. A harmadik, negyedik és az ötödik emeleten pedig boltíves ablakok vannak. Ezt az épületet 1891-ben építették, gótikus elemeket is bőven találunk rajta, a kis toronnyal pedig maga a család akarta jelezni, hogy van mit a tejbe aprítani, legalábbis ezt mondja a szóbeszéd. Az építkezés idején ez a vasalóház volt a város legdrágább irodatornya. A bejárati ajtók párosak, ablakai fakeretesek, az alaksori kocsma az épület déli oldalán körülvevő nagy terasszal rendelkezik. Az épületben egyébként irodahelyiségek vannak, az alaksorban pedig egy kocsma üzemel. A művész ezen a festményen olyan effektusokat használ, hogy ne csak úgy tűnjön, mintha az ablak lenne a falakon, hanem azért is, hogy mozgékonyabb hatást keltsen azáltal, hogy a szélei lebegnek, ahol nincsenek lecsapva. Ennek a műfajnak a célja a néző megtévesztése, játék az illúzióval. A legtöbbet fényképezett épületek egyike. Az épület mögött pedig ezt a szép kis parkot láthatjátok. A három emeletes szökőkút pedig 2017 óta díszíti a parkot. És hogyha ide jöttek turistáskodni, akkor meg is mondom a címet, ez a Wellington Street East 49 szám alatt található. Vasalóházakat a világ minden táján találhatunk. Én például találtam egyet Szegeden, ahol egy gyógyszertár üzemel. Most visszasétálunk a kocsihoz, és megyünk tovább. Nem ismered a videó. Ügyes vagy, drágazságom. Itt látod, hova megyünk? Fölfelé. Lefelé, fölfelé. Ezek a lényegében háromszög alakú lakóházak, irodaépületek, karakteres formáról lehetnek egy-egy városképnek, de bele is simulhatnak a további építészeti remek művek közé. Most egy kicsit arrébb gurulunk, és megmutatjuk nektek Toronto másik részét, amit sokan nagyon szeretnek. Nagyon sokan járnak oda is fotózkodni, TikTok videókat készíteni. De hát most gyertek, megmutatjuk. És már megemlítettem a TikTokot, pár nappal ezelőtt mi is felregisztráltunk a TikTokra, már készítettem néhány egyperces kis mini videót. Sokszor olyan kis videót fogtok majd látni benne, amit nincs időm még megvágni itt a nagy videóban a YouTube-on, viszont egy percben belesűrítve meg tudom vágni, és fel tudom tenni a TikTokra. Ha van kedvetek, csatlakozzatok ott és hozzánk, ott azért sokkal sűrűbb és sokkal több mindent fogtok látni tőlünk. Toronto város, ahol most vagyunk, Ontario tartománynak a fővárosa, a világ egyik legmultikulturálisabb és legélettőbb városa még mindig.
Ezt a videót nem most készítettem, hanem akkor, amikor egyszerben voltunk Ritával Torontóban, viszont úgy gondoltam, hogy aki még nem látta, annak ide teszem, hogy lássátok, hogy milyen az élet itt a téren, akár nappal, vagy akár este. Sátortábor. És hát itt minden nagy városban itt is megtalálhatók a hajléktalanok. Mikor költözünk Torontóba? Február 30-án. Nem lelkesedik érte. Elszokott a nagy budapesti világvárostól. Oké, szóval soha nem ilyen kiskeddem. Borjuk. Mindegyem. Hát így megbeszéltük, hogy ennyi elég volt is. Elég volt is. Petinek majd elhozom egy 3 napos nyaralást a Torontóba. Összesen. Most is itt vagyunk egy 4-sávos, 3-sávos úton, és áll az egész út. Peti azt mondja, hogy mindenki dudál bent a városba. Jaj. Na, megyünk bele a nagy viharba. Még jó, hogy nálunk van a fürdőruhánk. Ebből se lesz már fürdőzés ma. Most megyünk még Torontótól felfelé egy óráig a barátnőmékhez. Gondoltunk, hogy csapunk egy kis kerti partit. Hát... ezt most lehet elmosni az eső, mi maradunk a házba. Elkezdett este az eső, és megállt a forgalom. Emberek megijedtek egy kis esőtől. Látnak a tükörbe. Hello. Megyünk Nortnak. Lehet, hogy ilyeket összük erre a vidékre? Ott nem esik az eső. Nem lehet hallani, mert zúg az eső. Most jó, hogy elköltöztünk innen délre, mert ott most süt a nap és jó idő van. Ami megy előttünk el, akad el kérdőre. Én nem értem, hogy miért nem húzódik le a szélső sávba. Miért a középszörű egy elakadás jelzőben? Nem tudom, hogy ezt volna átlát. Megállunk, tántulunk az esőbe? Mindenféleképpen. De itt az autópálya mellett? Nem. Akkor mondtam, hogy mire ide érünk, eláll az eső. A világos is. Csak te. Úristen, azt tudom, mikor ettünk utoljára pizzát. Hétfő van, megint csak egy hétfő van. És tényleg. Tudod a világ. A pénz sem rosszolom, én belátom. Ez vagy a legszebb kincs nekem a világon. Hát, az előságon. Azért 11 óra. Hazaértünk nagy kirándulásból. A további jó estét mindenkinek. Sziasztok! Még este kukapakolás van. Valamikor korán jönnek.
Az úgy ott jól van mindegyik? Szerintem igen. Nem, de a szürke a papír, nem? De az meg még fekete. Mi? Hát ez is hozzátartozik az élethez, ki kell vinni a kukát. Itt háromféle szelektív gyűjtés van. Most viszik a fekete szemetet, a mindent, a vegyes, és a fekete szemét az mi, amiben minden belemegy. Meg a szürkébe megy a papír, a kékbe meg a műanyag. És akkor így szokták elvinni. Holnap reggel. Lehetne, mert több házba kirakják a szemetet.